Üdvözlünk mindenkit, szép napot kívánunk! Ez itt az Utonálló Plusz, a Régió Reklám weboldalán. Csibesárga ruhába Markó Zoli barátom, hópihébe pedig kiskorú kővári Barna. Na vajon, mivel foglalkozunk ma? Vajon mivel? Ha-ha-ha! A ladával, a zsigával, a gombszeművel, a parasztmercivel, a vasorúval, úristen! Végre visszatér közénk. Ez ennek a bácsának köszönhető. Hogyan alakult ki az elképzelés? Mikor datálódik, és mikor vehetünk végre újból ladát Magyarországon? Most már nem sokat kell aludni, meg lesz ez is. Körülbelül nem túlzás, egy éve dolgozunk ezen a projekten. Majdnem azt lehet mondani, hogy az első fél év az arról szólt, hogy nem történt semmi. Szokásos, ez olyan orosz? Igen, küldözgettük az e-maileket, a leveleket, a tanulmányokat az orosz kollégáknak. Kevés fogalmatja volt. És egyszer csak azt éreztük, hogy valami történt. Ők keresnek minket. Akkor tényleg, akkor eldöntötték, hogy jönnek Európába, kapóra jöttünk nekik, jó időben, jó helyen, szerencsések voltunk, azt mondták, hogy oké, megnézzük, akkor visszajövünk Európába, legyen ennek a példa országa Magyarország. Nézzük meg, hogy Magyarországon mit kell tenni, hogy visszatérjünk, és akkor ezt megpróbáljuk Európa többi országában is ugyanígy csinálni. Úgyhogy ezért vagyunk itt, mert már itt tartunk. Hála Istennek, és én nem szabad elfeledkezni, hogy ezen a hétvégén ugye, az VCC futamon, ugye a Vestával itt azért a versenyző pilóták valamilyen szinten már vetítik előre a Lada visszatérését. Mikor láthatunk mi például a Vestát, mert ugye erről már beszélgettünk, hogy ugye Kalina, illetve Granta az a csapás irány, meg a 4x4-es Niva. Igen, ezek az aktuális modellek, és a Vesta az már inkább a jövő, de abszolút. Az már Marty McFly, meg Vesta és az X-Ray, de az sincs már nagyon messze. A Vestának a széria gyártása az pénteken, szeptember 24 vagy 5, pénteken indul, úgyhogy történelmi pillanat. Elkezdenek Ijesztben zakatolni a gyártósorok, a tesztgyártás, ami megtörtént, most indul a széria gyártás, egyelőre az orosz belpiacos kivitel. Jövő tavasszal Genfben a Nemzetközi Autószalon lesz az európai kivitel bemutatója, és reményeink szerint jövő év, már az év közepe felé már látunk autókat, és meg lesz Magyarországon is a bemutató. Próbálj meg azért elmesélni a Utonálló Plusz nézőinek, hogy mi a felhozatal, mi a paletta, és körülbelül mi lehet az az ár kalkuláció, ugye ez nagyban fogja befolyásolni egyébként keresletet, kínálatot, hogy mire készüljünk, tehát kocka világítású Lada már nem lesz, 07-es már nem lesz. Nagyon sok e-mailt kapunk, hogy van-e még Samara, van-e még 21-07-es, hát a rossz hír, hogy nincs, de helyette vannak szebbek, jobbak, újabbak. Mik ezek? 9 modellel tudunk indulni az elején, ez a Grantának kétféle verziója, ugye van egy az ismert négyajtós, vagy a szedán kivitele, amit te nagyon közeli barátságba kerültél. De... Érdemes megtekinteni, a YouTube-on kipróbáltam egy Granta kupás, ex-VTCC-s autót, úristen, de fincsi volt? Azt meg kell nézni. Igen, az jó. Van egy élmény. Ennek van egy frissített változata, az ötajtós Granta. Alapvetően nagy különbség a kettő között, hogy a négyajtós a Stoliatiba készül, az ötajtós, vagy ez a csapott hátó inkább, ez pedig azon az Ijevski gyártóson, ahogy a Vesta is készült, tehát ez elárul már sok mindent erről az autóról, akkor nagyon fontos a Kalina modellpaletta. De ez már a Kalina 2? Ez a Kalina 2, ez nem az, amivel a döntött hanyagban halál közeli élményed volt, igen, a gyár tesztpályáján. Ez a második generációs Kalina, ugye ennek van a tipikus városi kisautó, az ötajtós verziója. Van ennek egy Magyarországon azt gondolom, hogy már leginkább családi autó méretre hajazó egy kombi verzió, van egy kombi cross verzió, ami emelt 3 centivel, haspáncéllal, ez nagyon pofás kis autó, azt gondolom, hogy ami az orosz utakat bírja, az a magyar utakat is mindenképpen fogja bírni. És ami a szívünkhöz nagyon közel áll, ugye ez az embléma, a Lada Sport embléma, mert hogy a Kalina Sport az nem is a főüzemben készül, hanem a Lada Sport külön üzemében. Gyakorlatilag egy kézzel összeszerelt kis sportautó, nagyon szerethető az ember, már csak megnézi, hogy készül, egyből beleszeret abba az autóba tényleg. Jó, látom, elvetemült vagy. Olyan furcsa egyébként, amit mondasz, mert elárulhatjuk egyébként
a televízió nézőnek, vagy a YouTube csatorna nézőinek, hogy azért nagyon sok márkát futtattál, mert Magyarországon nagyon komoly márkákat, nagy márkákat. És valahogy úgy tudsz beszélni most erről a adakértésről, mintha a kislányod, a kisgyermeked lenne. Van ebben valamiféle jó hasonlat? Abszolút. Hogy egyáltalán ledegradáló. Abszolút, erről beszélgetünk. Pont idefelé az autóban kollégámmal, hogy az ember van olyan márka, amivel nehezen vagy nem tud azonosulni, és ezért nem is vállalnál egy ilyen feladatot. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk Magyarországon, akik azt mondják, hogy Lada, hogy hozzuk vissza, szerettessük meg újra az emberekkel, akkor ez egy olyan feladat, ami tényleg a gyerekkori álom kategória. Tehát igen, én is Ladán tanultam, nekünk is a családi autó Lada volt. Apának is az volt. És az első autó, amit megtörtem. Az is az volt. Az is Lada volt. Teljesen jó működőképes. Úgyhogy ez egy számomra, és remélem, hogy sok néző, hallgató számára ez egy borzasztóan szerethető márka. Úgyhogy ez a feladat pedig hát tényleg egy gyerekkori álom. Elkanyarodtunk egy picit az árról. Az árról elkanyarodtunk. Tólig. Árat még nem kommunikáltunk, garanciális feltételeket még nem kommunikáltunk. Azt szeretnénk, hogyha a nyitás napján ez nagyot szólna. De hol lehet belőni egyébként, Zoli? Tehát kb-re? Ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző szegmensek vannak, kis autó, nagy autó, ilyen autó, amolyan autó, de van egy olyan szegmens is, amit Magyarországon még nem igazán használtuk, és ezt úgy szoktuk megfogni, az elérhető áru autó szegmense. Ez lesz a Lada? Ez lesz a Lada. Tökéletes válasz szerint, ebből mindenki irányítja. Azt gondolom, hogy ez a Ladát nem azért fogjuk szeretni, mert a legutolsó, legújabb elektronikai kütyük és a lehető legszuperebb biztonságtechnikai cuccok vannak benne. Nem azért fogjuk szeretni, mert stabil technika, robosztus kivitel, megbízható, beindul, minusz 30-ban. És elérhető áru autó lesz. De már ez is euró 6, ugye? Természetesen nem lehetne hozni másképp. És reméljük, ez kicsit talán az álmon is túlmegy, de ami egyszer volt a Lada Magyarországon, a mobilitás. Ma reméljük, hogy a rendőrök mindig ott ültem hátra. A rendőr, a taxi, a minden, a pártitkár, minden. És azt reméljük, hogy az elérhető mobilitást meg tudjuk teremteni újra Ladával. Ez egy csodálatos végszó, de ettől függetlenül rá kell kanyarodnom, hiszen azért a szívem mégiscsak az autósport felé húz, hogy azért nem csak a VTCC-ben, hanem esetleg a nemzeti bajnokságokban is előbb-utóbb láthatunk mondjuk magyar importőr által támogatott versenyzőt vagy versenycsapatot, egyáltalán rally autót? Tudjuk, hogy a Lada Sport az orosz, különböző orosz bajnokságon futtat autókat, ugye mind ilyen gyönyörű, mint a milyen sárga, kanári? Csibe sárga autókat. Nem egyeztettünk még velük, ugye ez gyári támogatás nélkül nyilván nem megy. Reméljük, hogy a VTCC mellett másra is marad még lőpor. Ez azért fontos információ, drága zsigás fele barátaim, mert vagytok éppen elegen ellenséges kardánosok, és szerintem vele kell jóba lenni. A telefonszáma 0690, Rufánzi Esztán, hívjátok, hogy nyugodtan, higgyétek el, partner lesz benne. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt az Utonálló Pluszban. Természetesen a jövő héten is találkozunk este 6-kor szombaton. Hogy ki lesz a vendég? Akkor kiderül. Da Szudánya! Azaz, úgy kell, Da Szudánya. Da Szudánya. Azaz. Lada forever. Tojla! Akkor egyesbe, pá, és megy vele!